Sziasztok, beszeretnénk nektek mutatni egy új protein desszertet a Protein Muffin személyében. Ez egy olyan termék, amelyek magas a fehérje tartalma, sok benne a rost, és telített zsírokban gazdag, de olyan telített zsírokban, mint például a kókuszolaj, konkrétan egyébként kókuszolaj van benne, amit ugye a szervezet nem tud felhasználni energiaforrásként, igen, de nem tudja elraktározni. Tehát ez egy jó minőségű desszert, csináljunk is egy adagot, én már nagyon várom, kíváncsi vagyok, hogy milyen. Rém egyszerű a történet, mi kell hozzá? Kell hozzá maga a protein muffin por. Egy adag a 120 g porból áll. Tehát a konyhai méreg jelentőség az ezért fontos, mert nyilván ezeknek a kanalak, a köb centi, illetve a térfogata az elsődleges, nem pedig az, hogy hány gram, hiszen vasszaszelékből, meg tópiéből nem pont ugyanannyi grammot fogunk tudni beletenni. Tehát a lényeg az, hogy méreg szerint 120 g. Ebbe kell 1 deci vizet szépen beleöntögetni, amit már előre kimértünk ebbe a csodaszép shakerbe. És akkor most jön a poén, ezt el kell kevergetni. Tehát a termék a protein desszertek csoportjába sorolható, mint ugye a protein palacsinta, a protein fagylalt, még a protein breakfast is talán ide tartozik. Ezek ugye funkcionális élelmiszerek táplálékkiegészítő porokból. Nagyon megkönnyítik az emberek életét, mert például viszonylag könnyen lehet olyan magas fehérje tartalmú desszertet készíteni, amihez nem az, vagy végy 25 g mászt, 15 dek azt, stb., hanem egyszerűen van egy porod, meg víz kell hozzá, valamiben összekutyulod, aztán megsütöd, vagy megfőzöd, vagy mi egymás. Erről a termékről konkrétan azt kell tudni, hogy egy adagba, tehát négy ilyen kis protein muffinba 26 g fehérje található, egyébként ez tejsavó fehérjéből és tojásfehérjéből áll. Nagyon magas a rost tartalma, ugye a beleknek a perisztaltikus mozgását ez elősegíti, tehát ez kifejezetten egészséges. Ugye már említettem a zsírtartalmat, ami viszonylag magas, de kókuszolajból van, tehát nem tudjátok elraktározni, és az ad egy testességet a süteménynek, a tésztának, tehát ettől még finomabb is lesz. És a cukortartalma nagyon alacsony, tehát mondjuk ennek a 120 g-nak durva 40 g a szédát tartalma, tehát egy sütőben mondjuk van 10 g szédát, és a 120 g-os adagnak a cukortartalma mindössze 3,9. Tehát ez egy ilyen diétás desszertnek is felfogható, mondjuk nyilván a nap közbeni fogyasztásra javasoljuk, nem feltétlenül estére, de hogyha adott esetben tömeget növeltek, és nem zavar be ez a 40 g-os szélát mennyiség, vagy a 80 g, hogyha 8 ilyen kis sütit akartok megenni, akkor lehet tolni este is. A sütőt elő kell melegíteni 180-200 fokra. Ezt érdemes akkor kezdeni, mielőtt itt a nagy kavargatásba belefognánk. És ugye az nagyon fontos, hogy itt kevergeti Dóri, láthatjátok, mert kitölti ezekben a helyes kis szilikon kis formákba, hogy azok a darabok gyümölcs darabok, tehát azokat hiába próbáljátok majd széttrancsírozni, nem fog összejönni, de ez ad neki egy plusz ilyen kis narancsos ízt, és ezeket a kis formákat csak félig töltsétek majd föl, hiszen minden sütemény egy kicsit így fel fog puposodni, és hogyha nem azt szeretnétek, hogy a sütőből kelljen levakargatni, akkor érdemes csak félig tölteni. Azért jobb egyébként a szilikon, ha nem kell kikenni zsírra, mert nem kell ilyen papírokat használgatni, hanem ezekből tök könnyen majd ki lehet nyomkodni a finom kis süteményeket. Ha megvan a sütőnek az előmelegítése, kiüntöttük az összekevert kis muffin tésztánkat a formákba, akkor betesszük a sütőbe, és 15-20 perc múlva kész is van a buli. És lehet fogyasztani, és lehet finomokat enni. És akkor elkészült a csoda. Én is lecsakkolom a villatesztel. Látjátok? Tökéletes szépen. Beleszúrjuk a villát, kihúzzuk a villát, és tökéletesen jó. És akkor nincs is más dolgunk, csak szépen kiszedjük őket tányérba, kis tányérkára, és ugye ezért fontos, hogy ilyen kis szilikon cuccot használjunk. Látjátok? Semmi nyoma nincs a sütinek, nem kell beolajozni, bezsírozni. Ez tényleg föl lehet szolgálni akár ilyen kis zsúrokon, születésnapi alkalmakkor a vendégeknek, a tudatos életet, vagy tudatos táplálkozást követő emberkéknek, akik mondjuk aktív életet is élnek, és a legfontosabb az, hogy el lehet nekik mondani, hogy ez egy fehérjében dús, cukorban viszont szegény, kis süteményke. És akkor meg is kóstoljuk Dórival. Tényleg nagyon finom. Tényleg. És ilyen jó kis piskóta szerkezete van. Ezzel azt gondolom, hogy saját magatokat is meglephetitek bármikor, de hogyha esetleg vendégek jönnek hozzátok, akkor őket is megörvendezhetitek ezekkel a kis finom protein muffinokkal. Sziasztok!